Flashmobbal kezdődött a 9. Világsakfesztivál székesfehérvári rendezvény, amelynek ez évben is az István Király általános iskola adott otthont. A nagy hagyományokkal bíró találkozót Polgári Judit, a sakk magyar zsenie hirdette meg, és sokszínűsége miatt a leginspirálóbb sakkfesztiválok között tartják számon, mivel a programokban a sporton túl a játék művészeti oktatása és tudományos kötődése is hangsúlyos szerepet kap. Mi a mai napon itt az iskolával kapcsolódunk különböző programokkal ehhez az eseményhez. Ez egy nagyon nagyszabású esemény, és mi is rengeteg programmal készültünk a gyerekek számára, a kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Az alsó tagozatosok azok kézműves foglalkozásokon vesznek részt, ahol természetesen valamilyen sakkos produktum lesz majd a végeredmény, illetve ilyen sakkosított sporttevékenységekben lesz részük, ezt nagyon szokták kedvelni, és természetesen nem maradhat el a mai napnak a fő eseménye, a szimultán sakkunk is. A hagyományosan megrendezett szimultán sakkverseny már a megnyitó után elkezdődött. A meghívott székesfehérvári mesterek Fehérvári István és Papagorasz Takis voltak. A sakk az egy játék, de nem csak játék, hanem művészet és munka is tulajdonképpen, szellemi sport. A gyerekek tanulmányait, tanulását segíti alapvetően, amellett, hogy játszanak. Tehát nem is veszi észre, hogy a szellemet, a jellemet pallérozza a sakkjáték. A további programokban az alsó tagozatos diákokat kézműves foglalkozás, sakkosított sport és online játékok várták, míg a felső tagozatosok táblajátékokkal, interaktív játékokkal mérték össze ügyességüket, kitartásukat.